Hello, Prága! Na, ide is értünk. Cökkerőmentes út volt, pár óra alatt. Most pedig úgy döntöttem, hogy tartunk egy kis rumtúrt. Bemutatom ezt a... Mi a neve? Duskova? Duskova apartment. Na, ez itt az ablak. Igen, ez itt az utca. Na, itt az én kis helyem. Fasz a kis izé, kihúzható kis kékes kanapé. De, ja, nézzétek meg ezeket a jó kis domborzati elemeket, hogy milyen jól működnek itt a interior design. Aztán van egy fasz a kis tévénk, itt a kis elektronika sarok. Ő ott a kedves utitársa, aki elhozott ideig. Levike. Milyen jó helye van neki is. Itt is. Ide valami izét képzelnék el, nem? Valami nagy fasz a tévét kb. Kb. Azt lehetne innen soha szemből. Három nap alatt. Hát ez kurva jó. Na, itt van egy kis asztalkánk, ahol lehet beszélgetni. Már nagyon beköltöztünk itt a szekrénybe is. Amúgy tök jó arc volt ugye a csávó, hogy milyen nevén WhatsAppon magyarázta el, melyik kulcs, parkoló helyet is elmagyarázta, nagyon kis izé centiméterre ki van számolva a bejárat, de teszi, amit kell. Na, szóval kis szekrény. Itt a bejárat, pont földszinten vagyunk, tehát könnyű volt behurcolkodni. Nézzétek már, mekkora jól néz ki ez a hely. Az ajtón körül egy tűzoltókészülék és egy fali tűzcsap. Majd rendkívül biztonsági érzel van. Ennyi, majd este itt tűzoltósat játszunk. Nézd már, van toalett, izé, táblánk, kurva jó a WC, ilyen űr-WC-nk van. Mert mintha lehajtva néz ki, főleg ilyen űr-WC-nek. Tök jó. Ennyi. Törölközőket is kaptunk, fasz a kis izé. Na, és még folytatódik, mert van konyha is. Kicsit olyasmit emlékeztet, mint nekem otthon a Mikes, ahol szintén nincsen ablak a konyhába. Kicsit olyasmi, de ezért ez elég vagány. Ja, ez az a kis propeller. Jaj, de aranyos. Mellette a kis izé, emergency box, first aid kit, üres. Itt mindent hoztunk, tehát Levi annyira felkészült, hogy már most el a hüttő. Jól be kell nyomni. Na, tehát konkrétan itt lehet. Kaptunk tányérokat, poharakat, minden szart. Tehát itt komoly reggelizgetések lesznek itt majd. Ja, annyi hely van, hogy egyszerűen... Baszki, de egy komoly család itt ezt ki tudná használni, annyi mindent lehet itt csinálni. Itt vannak a szabályok. Tényleg milyen szabályok vannak? Írják, hogy mi nem vagyunk hotel, ezért csak egy hétnél tovább tartó tartózkodás esetén cserélik az ágynemüket, meg ilyeneket, tudod? Majd vigyázni. Ja, igen, majd első este óvatosabbak leszünk. Ja, van fűtés, mondjuk ez most pont nem fog kelleni. Mára még ilyen laza 24 fokat jött, de holnap meg már 32-31-et. Ja, úgyhogy ilyenek vannak. Most a következő terv az, hogy van-e valami ilyesmi hely itt, hogy Venice of Prague, tehát ilyen kis fasz, kis kanálisos, kis hajókázós kis hely. Gondolom, hogy tök jó kis leülős, kis lesétálni a folyópartra. Bármi, ami folyóparton van, az már jó. Ugye én Sprágában ezt elég jól ki is használják, nem úgy, mint egyes más városokban. Na, szóval, ja, nagyjából összeszedtük magunkat most, és ja, úgyhogy vágjunk is bele, irány Velence. Milyen űrlámpa. Na, megpihentünk itt egy kicsit a helyi Dunaparton, emlékezünk a 2 évvel ezelőtti eseményekre. Amikor kb. Ott mögötte béreltük, szerintem tudod, egy kocsma kis rész volt, ahol lehetett bérelni a vízipiciklit, amiről a videót pont ide fogom rakni, ide, vagy ide, nem tudom. Ja, szóval itt most megpihentünk, aztán erre felfele fogunk menni, mert itt van benne egy ilyen kanál is, Cerlovka kanál is, amit elvileg a máltai király utasítására építettek. Azt nem tudom pontosan jelenik, miköz a Máltához, de most olvastam a Wikipédián. Úgyhogy ez valószínűleg így van.
Na, szóval ott a háttérben láthatjátok a Károlyhidat. Nem tudom, innen nem lehet nyilván kivenni, de 500-an vannak rajta, baszki. Azt itt volt egy fasz a kis spotunk. Jó azért, hogy itt egyre ki van építve a folyópart. Mi a folyó neve? Nem tudjuk mi. Ezt nem ma fogjuk megtudni. Na. Mindjárt megnézem erre kell. Moldva? Lehet az. Lehet, hogy nem erre. Itt balra. Mert ez egy park, igen. És a jobb oldali része az nem a izébe visz. Elmész vécére? Majd. Jó, akkor nem most. Ja, tehát nagyon kultúrált kis helyecske. Nézd már ezt, tudod, mit kell csinálni? Pörgess meg őket. Menj át rajta és pörgess meg. Nem úgy. Nem úgy kell. Itt át kell rajta sétálni. Így. Ezt így kell. Nem arra, erre. Figyelj, ezt tanuld meg még Tájföld előtt ezt a forgatást, ott lesznek ilyenek. Na. Mennyire fasza. Gyönyörűek ezek a kis hidacskák. Itt mellett valami koncert lesz, gondolom, valami utcabuli. Szól a csemetád. Ja, amúgy kell olyan. ez az oldal is milyen fasza. Nézzétek már, meg oda kiülni, gondolj bele. Fasza. Kampa. Egy csomó magyar szó van, például altán. Vagy nem tudom, mit jelent, de... Na, mindegy, megyünk itt tovább. A családok itt pikikeznek. Ennyi, tehát az ott jaj, olyan cuki az a pike. Majd rázumbalok. Ja, szóval sétálgatunk itt a kis délutánunkon. Hány óra van amúgy? Itt az óra. Egy dolgot kéne tudnia, hogy megcsinálna vele ezt, és mutatja az időt. De nem, bazd meg. 15 óra 9. Nagyon durva. Több, csak most kéne becsekkolni. Gondolom, mert csak most pakolnák be. Milyen jó, hogy már még annyi mindenen túl vagyunk amúgy. Faszal. Minden zökkenőmentesen zajlott. Ennyi. De ez ilyen. Utunk is kiváló volt. Igen, mikor két ügyes ember elmegy egymás utazni. Amúgy az ilyen fasza. Mondjuk ahhoz kellett az, hogy ne ígyak sört a kocsiba. Az azért, az biztos változtatott volna a dolgokat. Hát igen, de... De szerencsére nem. Ja, itt is egy kis kutya, mindenki hogy lopakodik. Mindenki tett volna a magyar kőbányait, úton Csehországban, nem? Amúgy igen. Kis kutya. Nem sok értelme lett volna. Jaj, de aranyos, egyen meg. Jaj, nézd egy másik. Jaj. Hogy követi? Jaj. Kis kutya. Hát szia. Hello, friend. Jó, ez a park. Hú, jó. Jó, ez a park. Itt le lehet menni. Kis aranyos hátrészt. De menő. Ez innen jól néz ki egy képbe. Király. Na, megyünk, haladunk tovább. Tényleg itt mindenki chillezik. Ül a fa alatt, olvas egy könyvet, egy fiatal gyerek. Hát hol lesz te ilyet? Nem? Furcsán tartotta. Mit? Furcsán tartotta. Lehet, hogy tablet volt. Na, megnézzük, ami mindjárt ott vagyunk a John Lennon falnál. Szintén biztos nagyon érdekes látnivaló. Elvileg azt olvastam róla, hát, hogy koszos. Wow, oda nézd, de menő! Ott lesz egy királyhíd. Olyan, mintha nem is a városban lennél, nem? Tényleg kint. Ez komoly méretű fa itt, nézd? Hoppá! Beletellett pár évvel, ezt tudni. Oda nézd, misoda a helyzet van itt. Most egybeért a zé? Park? Két útja? Hát itt lesz mindjárt a Károlyhíd, szerintem ez ennyi volt. De mondom, itt lesz valahol az izé, a John Lennon fal, ezt még megkeressük. Ilyen fasz a kis malmok vannak itt. Húha, hát itt elég sok az ember. Akkor valószínűleg ez lesz ez a John Lennon fal. Azt mondod? Sanszos. Ja igen, mondtam én, ilyen összebaszott izé, trágós fal. Komoly izé, túrák is vezetnek ide. Hát de most ez mi?
álljon be való, ó, olyat kéne bérelnünk, Levi, ilyet. Oh. Na ezzel csapatni. 1989. Nézd meg, ilyet lehet bérelni. Na ezt felvesszük. Jaj, Levi, nyomost. Ennyi. Mit tulajdonképpen kurva lesz, hogy akkor valaki éppen fotót csinál, és sorba hát, vagy ilyen. Most álljak ide be a sorba? Mi a fasznak? Minek? Minek? Értelme nincs. Majd meg kell kérdezni, hogy hol lehet olyat bérelni. Ez egy fal. Hát ez semmit nem ér. De mit kell itt nézni? Hát ennyi. Hát egy matricás fal. Így van. De akkor mit mondhat volna ezé? A olasz tour guide. Figyelj, fülelj, az fordítsd. Nem tudom. Na, arrivederci. Nem tudom. Tehát biztos valamit tudni kell erről a falról. De most így nem tudom hirtelen, hogy mit. Mindegy, hát nem is az volt a lényeg, hogy én itt most izé megosszak komoly történelmi. Az szerintem zsákutca, ugye, ahogy van. Ott a észnek követség. Igen. Uh-huh. Itt laknak az észtek. Artizál. Ott mi van benne? Nézzük már meg. Itt kevesebben vannak. De jó hosszú, nem? Hoppá, hova csöppentünk? Mekkora? Ah. Valami van a fákkal meg közted, nem? Valami így szereted a nagy fákat. Szeretem a természetet. Ennyi. Ez meg a gift shop, hát milyen dizájnos gift shopja van ennek a Jordan fajnak. Ez szerintem egy ilyen művészeti galéria. Nem, az volt kiírva, voltam írva. Lemon Wall Gifts. Meg hát ja, minden. Minden craft. Nézzük meg, itt mi van. Nézd a kis marad. Ja, az nem igaz. Aha. Meg egy alé, alé. Állé, állé. Cseh, állé, állé. Azt hiszem egyenesen. Na és ott megint jobbra fel majd. Na, tehát most éppen kaján indulunk. Van egy ilyen büfé étterem, egy ilyen 30 perc sétál innen, most oda megyünk, aztán eszünk. Meg hát azt szerintem lehet kaja közben inni egy sört. Sőt, tuti. Na, ma jövünk. Mindjárt jön egy old school villamos. Megjött a villamos. Na, mi még haladunk tovább az étel felé. Már biztos nincs olyan messzi. Innen már csak egyenesen kell menni, úgyhogy túl sok. Túl sok elkülönadás már nem lehet. Azt eszünk, utána meg az a terv, hogy megfogjuk a siklót, jól megfogjuk a siklót, azt felmegyük a dombtetőre. Ez az a hely, ahol voltunk kb. 2 évvel ezelőtt, az Oprez After Party-n, és ma délután, amikor sétáltunk, random, pont itt voltunk előtte. Akkor még nem volt itt van. Most már igen. Most is erre visz az utunk. Úgyhogy mielőtt elmegyünk kajára, úgy döntöttünk, hogy azért egy sört itt csak leszünk. Thank you. Thank you very much. Hello. Azt hiszik, hogy valami ízők vagyunk. Ott oldalt van hely. És támaszkodunk. Gyönyörű. Kell nézni. Ja? Várjál. Finom, Levike. Jaj, de jól esik. Tényleg felezzük meg Ákos. Jó. És hogy azért... Milyen jó ez is. Nézd.
Bar number van, ahol vettük a sört. Bar number three, ahol nem volt ja, az after. Tényleg. Van még egy fönti rész is. Voltunk fenn is? Fenn nem voltunk. Az nem volt. Az nem volt. Oh, mik történnek itt? Jó ez a város. Olyan két, vágolt kárt. Aha. Ja, szóval, fú. Jó hely, Prága jó hely. Jó, tudom, emlékszek. Na, tehát mindjárt ott vagyunk a kaja helyen, amit úgy hívnak, hogy Marjanka. Ez nem biztos, hogy így kell kiejteni, sőt, tuti. De, ja, legalább autentikus neve van. Elvileg egy jó kis kajálos hely, ilyen büfé stílus, aztán majd mindjárt kiderül. Elvileg éjjel-nappal van nyitva, de most, hogy mi odaérünk, lehet, hogy pont most van felújítás alatt. Nem, az kiírta volna. Az kiírta volna a Google. Na, hol lehet? Szerintem itt lesz valahol fent, feljebb. Vinótéka. Na minden, jelentkezünk, hogyha már eszünk. Komoly kajálások mennek. Egy olyan helyen, ahol igazából lehet már el kell mutogatni. De jó csinálhatok. Nagyon autentikus amúgy. Most éppen el akartam menni WC-re, és így nincs meg a kulcs a WC-hez. Tehát a nélülekkel nem tudja kinyitni a WC-t. Na, de együnk, aztán húgyazunk. Ja, én nekem is kell majd. Na, tehát itt szállunk fel a fogas kerekűre. Nekem is kell feltöltöntés. Na igen, szóval ezt el kell mesélni, nem? Még mielőtt felszállunk itt a izére, a fogas kerekűre. Szóval leültünk egy padra, megint négy sört, mielőtt itt megpihentünk, hát ez egy felfele sétáltunk, vagy mit tudom én. És leültünk a padra, velünk szembe egy bácsi aludt a másik padon. Beszélgetünk, majd hozzánk szólt magyarul. Kiderült, hogy egy random miskolci faszi fekszik ott a padon velünk szembe Prágában, egy random parkba. Megint mi volt az esélye? Kemény volt. Hát igen, ja, azt így elbeszélgettünk. Ilyen horti korszakról mesélt, meg mit tudom én. 74 éves volt, vagy 75 volt a figura. Ja, 75 tényleg, ja. Baszki. Mondta, hogy utazik meg ilyenek. Elég random. Keze be volt kötve, elesett, fogai kiverve. Komoly volt. Ja, miskolci. Adtunk neki egy kis lóvét. Ja, a Levi. Ja, itt jönnek ki. Az jó, mert akkor most kicsivel előrébb fogunk jutni a sorban. Ja, valószínűleg most fogunk felszállni. Nem, szerintem még lehet felfelni. Nem, erre még nem. Nem? Oda nézd, milyen sor lett mögöttünk, baszol. Ja, 60 korona, az kb. Mennyi? 60-szor 150, 600, ha majdnem 1000 forint, baszod. Lefele olcsóban úgy néztük. Igen? Aha. Ja, jó van. Jó van, hát akkor majd jelentkezek a funikuláról. Felvi? Én ebben már nem kisoldottam. Dehogy nem, megnyom. Meg úgyse fogsz ülni. Ja. Hát, persze, hát ezzel mi már nem tudod itt várni. Szálljunk be. Valami jó képű helyen ide. Hát, most tudsz jobbat. Jó. Meg hogy ez jó. Azt a jó lesz ez, hogy Indulunk, Levi. Legyünk. Köszönöm a nézőit. Jó hely. Ki? Az a sofőr. Adjál neki. Baszki, tudod, hova kellett valálni? Vagy ablakot, vagy az elejére, vagy a végére. Hát ez nem választás kérdése. Hát jó. Mi dolgért? Elcsesztük. De mindegy, majd oldalra nézzük. Felveszem az egész utat. Hát nem spololok a memóriába. Ennyi. Lehet, hogy semmit nem látom, mert végig alakult. Köszönjük, köszönjük, itt tegess a bácsinak. Alszik tovább. A miskolci alszik. Miskolci bácsinak alszik. Semmi szóval ezt közel van. Tehát mégis a két sáv van.
Igen. Töré lerobban, és akkor innentől sétálni kell. Na jó lesz. Majd betoljuk. Azért itt még inni sem merek. Nincs mi kapottam. Lehet, hogy egyik kezemben a vlogolás, hát hogy ez a szakmám. Gurul vissza. Ez úgy csinálják, hogy kifizeted a 60 koronát, és ne érezd majd átmenni, hogy egy perc alatt fölér. Ja, tényleg, van valami izély benne, persze. Tudod, egy kis izély akciót beletesznek, ami... Én beletennék egy jó evakuálást is. Ja, legyünk. Itt vagy a másik izéi kocsi. Nézzétek. Befele már remélem, hogy sokan. Ja, durva. Nekik jó utat, vagy jó? Az atlant, vagy az ajtó csapkodik. Hoppá, azért ott van kilátás. Oda néz. Ez igen. Fulos. Ú, de jó. Nem azt láttak előtte, tudod, de már hát tényleg, amiből ki lehetne a képet. Jó, zúféle. Ú, de fasza. Nem olyan szar kilátás. De jó, de ez. Olyan ez. Ez jó, magas. De aranyosak vagyunk itt a fagas kerekünk. Ne lennék ennyi ember. Hát amúgy jobb lesz, ha csak kettőnk ebb a kis kocsiba. Én tudom, hogy kiszállnék a megállóba, másik helyről. Hát na, majd legközelebb kivélelem. Na itt a vége, most el véle. Mit énekelt a végén? Miskolci haver úr? Mi volt? Nem is tudom, már ilyen katonadalt. Valami katonadalt énekelt ott a végén, de már nem tudom, hogy mi volt. Megérkeztünk. Valamit meg kell nyomnom, vagy én nyitom? Igen, szerintem. Mi a biztos? Azért felveszem, hát ha nem. Nagyon sok oldalba ez meg. Hát ezzel jól átbasztak. Jaj. Jaj, mennyi ember. Húha. Ennél rosszabb nem is lehetne. Jaj. Jaj. Fú, bazd meg! Ezt érezted? Ez is feljönni ott a tömeg. Én hamar fölértem. Úristen, bazd, én beszarultam. Menekültem. Itt egy furcsa csokolózó alak. Vagy pár. Bazd, két voltunk délután. Igen. Fú, én úgy beragadtam ott a feljövetelbe, hogy emberek álltak elém, nem tudtam merre menni. Tömeg volt, meg nyomor. Na, tehát itt vagyunk fenn a Petrine Hill. Na, menjünk erre, mert még nem voltunk délután, nem? Nem. Vagy len? Ja, menjünk lefele. Ahol a lefetőfő, és akkor meg lefele. Nem, de az Eiffel-torony, hogy erre van. Nem. De? Nem. Ott van az Eiffel-torony. Hogy ott lenne? Látszik. Ott lát. Hogy lenne? Hogy lenne, Böri? Hát ne ürítsd. Ja, mi oda-vissza? Hát nem, vagy merre menjünk? Hát de úgy, hogy ilyen, nézzük meg a térképet. Jó, nézzük meg. Mert tudod, innen majd lefele később, csak találjunk valami olyan helyet, ahonnan majd ki tudja, milyen utak vannak itt. Ja, persze, azért mondom. Nincs egy itt vadállatok? Hát igen, nagyon sokat mond ez a térkép. Hát nem lettünk előrébb. Ez a, tudod, ránéztünk, ránéztünk, felismertük a betűket. És... Azt ki, ahogy jöttem fel a lépcsőn, tudod, így a zsebembe a bontott sör,
Vagy így, ahogy léptem, full, mindig locsált fel egy kis kortyot. Finom út. Na, szóval, kedves nézőim, gondolom, nagyon tetszett nektek ez a feljövetel, ez a... mi volt? Fogaskerekű? Jó, hát, nézd, tényleg itt az Eiffel-torony. Ja, jó, de nézzetek. Innen kurva jól néz ki. Innen tolok egy képet is. Hoppá. Vajon így. Kihagyjuk, ugye, Verike? Ja, kihagyjuk azt a magaslatot. Nem esik. Persze, hát minek mennénk fel oda? Semmi értelme. Na ennyi, hát érted, mások is szeretik itt a jó pozé. A Levi amúgy ma kitalált egy olyan fotó, mi a nevét? Tehát ilyen beállítást, ő találta ki. Nem akarod megmutatni? Jó, ellestem egy lánytól, aki... Aki csinálta. Én meg fogom honosítani. Ennyi. Ja. Bazzal, megint lépek és így fröccsel a sör. Következő helyszín az Eiffel-torony. A párizsi Eiffel-torony. Elég menő hely. De mennyi volt a belépő? Valami 4000 forintnak megelegendő? Sok. Mindegy, mondjuk azt, hogy kurva sok. Nézzük meg újra. Nem is az, hogy sok, mert nem azon múlik. De brutálul néz ki. Ja, mondjuk elég sok itt a csiga lépcső, meg ilyenek. Így van. Amúgy is. 16.000-nél tartunk. Ú, de magas. Ja, de ez kajakra mindőző, helyi Eiffel-torony. Épp tanítom a Levit fényképezni. Hát sokkal jobb. Hát persze. De jó, persze. Ez annyi minden számít, hogy tényleg hát, így csináld a képeket. Ja, hát most éppen szar, mert belesétálnak. De, ja. Amúgy valami szólt mondani kéne, hogy ez mi ez a hely. Meg is nézem, leolvasom. Leolvasom, hogy mi ez, ahol éppen vagyok. Ja, csehül van. Szóval nem tudom leolvasni. De mindesetre ez egy torony. Ez egy torony, ami nagyon hasonlít a párizsi Eiffel-toronyhoz. De nem az. Gondoltátok volna, hogy ez nem a párizsi Eiffel-torony? Lőttél jó képet? Jól van, látod? Ügyes vagy. Ma is tanultam valamit. Ennyi, de amúgy sokkal jobb tényleg úgy, hogy így hátra rakod, tudod. Akarsz menni a pónin, Börike? Mondjuk a izébe? Ja, de én nem pónin, a kiskocsiba akarok. Beülünk együtt? Nézzük meg mennyi. Úgyse ismer minket itt senki. Hívják ránk a rendőröket. Dehogy hívják. Max, ha a lovon ülünk és kicsit azért meg... Foglalt a rózsaszín ló. Hogy is foglalt? Hát fú, baszki, itt azért már szakít a nap. Na. Na, szóval megkérdeztük itt a helyi barátainkat, hogy merre megyünk most. Most lefele megyünk sokat, ami tök jó. Mármint nem a bokának, de nekünk igen. És itt most mindjárt pisilek valahol. Jaj. Azért baszki, látszott rajtuk, hogy azért szívták a... Ette őket a rosszabb, azért felfele, baszki. Ez felfele. Fű. Jó ez nekünk lefele. A faszért annak ott. Húgyozzak még itt? Igen. Elemet kell cserélni. Azt még most kéne. Ja. Csak elő valahogy lemegyek. Jaj! Hop. Itt elemet cserélek. Battery csere. Nagyon fontos. Te is látsz engem? Ott pihentünk meg az előbb. Jó hely volt. Chill. És akkor itt megyünk le majd a Kassul fele. De markolj rá. Na. Indulunk tovább. Megyünk lefele. Menjünk azon a kis ajtón. Hát az mondjuk jó ötlet. Hát ez a, itt mellette ez az út, tudod.
Nem, szerintem, de nézd, ott vannak ilyen táblák, ilyen természetes út lefele. Ne menjünk arra. Menjünk erre. Ne legyünk már izé betonturisták. Ennyi. Sokkal jobb ez nekünk, hogyha inkább az erdőbe megyünk. Ez amúgy tényleg olyan el, mint hogyha követne téged egy drón onnan. Igen? Aha. Ez olyan lesz. A lábad elé is azért figyelj, Verike. Aj. Ha. A nagy drónozásban. Komoly drónozások. Nézd! Oda nézd, milyen messze vagyunk. Köszönöd, Verike. Megküzdesz vele. Itt a komoly drónozás. Drónozol egy kicsit? Most veszély? Irányítsd. Drónoz. Ilyen felül, felül kell. Meguntam. Drónozom. Meguntam, Veri. Sziasztok. Ez egy drón felvétel. Lábad elé, figyelj, Verike. Visszaadom ezt a szerszámot, jó? Jó. Komoly, komoly kilátásba botlottunk. Így hirtelen. És ez fotó lesz. Szép. Ja, tehát elég szép a kilátás innen a lesétálás közben. Jaj. Hát ez elég menő. Milyen aranyos, hogy kirakták, hogy ne üljél le, amin nincs, ahova nincs. Baszki. Hallod, Levi, tolj már rólam egy képet. Ez kurva jó. Na, most egy kicsit. Hoppá, jön, nézd már be. Játszott én veli semmi. Ki tudja. Menjünk át arra az ott vagy? Ne. De, ott az is lefele megy. Az is lefele megy. Mindig az ilyen döntésekből lesznek a legjobb döntések. Menjünk arra, menjünk arra. Végül is, ja, kidönti el. Azt lehet, most visszavisz minket felfele valami út. Felfele megyünk el, akkor... Onnantól kezdve, hogy látok egy felfele utat, már fordulunk ez meg. Ez itt tőle lefele megy, nézd. Ja, jó. De ott van egy kapu. Az hát akkor ez most mi? Utunkat állja. Azt tudti, mert itt meg jobbra az már felfele megy. Igen. Na, ezt most, jó, ezt majd kivágom. Ezt hamar kizárjuk. Ezt majd kivágom. Hamar kizártuk a lehetőséget. Menjünk másfele. Mindegy, ha nem próbálod meg, akkor, ja. Akkor nem fognak ilyen jó kitérések történni. Milyen jók ott szemben a házak így egymás tetején? Ja. Olyan, mintha mögötte a tetőből indulna még egy. Aha. Tényleg jó. Kurva jó. Az kemény, az meg német nagykövetség, rácsúzott ablakok. Mögöttünk meg egy új Instagram helyszín. Mi fedeztük fel. Ki van az ukrán zászló. Zseni. Megint valami izvény nagykövet negyedben vagyunk, ahol éppen szakít a napsütés este hány órakor. Óra, megint nem tudja az egy dolgot, amire kérem. Fél hét. Fél hétkor. Fú, nagyon jó. És még mindig az éjjel, hát, ja, annak a kocsinak valami van a tetején. Ja, lehet, hogy csak rozsda. Na, ezt mondtam, tudod, hogy most mi, a 348 az mit jelent? Az a házszám. Jó, de akkor mi a 17? Az, nem tudom, szektor. Azt tudod, hogy a Prága 1, az az, az első, első kerület, de mi a 17? Hát, és mi a 348, és melyik a házszám? Na igen, ezen, ezben majd izé, comment below. Így van, írjátok meg. Ennyi. Írjátok meg. Ott egy kis bolt. Megvállak, jó vagyok? Jó. Hát de most pont, pont ott beesik. Úgy beesik, lefotózom ezt a benne. Jó vagyok. Jó. Igen, jövök. Ú, ez pont egy olyan bolt. Kijutottunk egy ilyen elég fasza kis csére. Levi, ettől már szinte már itthon van. Már leült a padra, levette a cipőjük, a zoknit, mindent. Na, szinte futottunk a padér. Ja, és igen, itt a Károlyhíd, a nem tudom milyen, mi van mögötte, ott az a nagy tér, meg ilyenek. Ja, és elég fresh itt a kilátás. Tehát, ja. Máshogy van kihasználva itt a Moldva, vagy nem tudom mi a folyó neve, mint, a, mint mondjuk nálunk. De ja, komoly, komoly helyre le tudtunk ülni. Úgyhogy szerintem most itt megpihenünk, megiszunk egy sört, beszélgetünk,
aztán még ennek a videónak még nincs vége szerintem. Még bármi lehet. Ki tudja még, hol lyukadunk ki. Na, mindesetre... Aki eddig nézte, örülök, hogy nézte. Ezzel a fasz a kis háttérrel, jó kis csillezős helyszínnel búcsúzok is ezzel a videó, ebben a erről a videóról, ezt majd kivágom, na, szóval. Ezt tudti kivágom. Ja. Szóval ennek a videónak vége, ez így végződ. Szerintem a legkirályabb kis háttérrel búcsúzok ebbe a videóban, hogy ez volt az érkezős nap. Ideértünk, amúgy magunkhoz képest szerintem elég sok helyen jártunk. Felsorolni se tudom. De majd nézzétek vissza ebbe a videóban, és találkozunk holnap. Mi új kalandok csak várnak rá. Új kalandok. Kalandok várnak rá. Igen, várnak rá kalandok holnap. Holnap koncert, holnap mindenféle dolgok fognak történni. Reggel például megyünk egy faszapiacra. A város másik végébe. Egyszer kell csak villamosra szállni. Jegyet is fogunk venni. Jó állampolgárok leszünk. Ez fog történni holnap. Na mindegy, ez meg volt ma. Szóval... Ja. Talán legközelebb.